Na, kezdjünk. Gyerünk. Ja. Kapcsolom. Gyerünk. Na szóval. Elindul a komputer. Igen, tudjuk tovább. Igen, Toshiba, igen. Fölfelé nyomkodás. Vagy jobbra mindegy. És a legfelső. Ugye itt van, hogy 32 bites, tehát ez idés rendszerre fog települni. Úgyhogy azokat a részeket meg fogom állítani, ahol sokáig tölt. Elvileg ez nem olyan rész, de... Ha megnyomjuk a jobbra gombot, akkor látjuk a menüt, hogy mi történik, üdvözlő üzenet, hibák keresése, programok betöltése. Ez nem tart olyan sokáig, mert USB-ről történik, nem idéről. Az ide egy kicsit lassabb. Mindegy. Szóval, telepítő. Hogyan telepítünk? Az már a betöltött kép, ugyebár. Enter. Dupla kattintás, mindegy. Lejjebb, így. Háttérváltás mondjuk, 3 perc. Ez azért jó, mert nem fogom hülyére unni magam. Magyar, enter. Ahol nagyon-nagyon sokat tölt, ott azért megállítom a videót. Na, a Linuxon telepítések előkészítésének a része a harmadik féltől származó szoftverek telepítése, videokártyához, Wi-Fi-hez, Flash, MP3 és egyéb médiákhoz, ez mindenképpen kell. Bepipálás. Tovább. Most megállítom, mert ez sokáig szokott tartani. A vinyókat keresi most. Na, ez mondjuk sokáig tartott, mindegy. Itt ezek nem érdekesek, valami más. Tovább. Ami éppen rajta van, az kuka, ki kell minuszolni. Ha kiminuszoltuk, akkor hozzáadás, mert ugye új rendszert csinálunk. Mekkora vinyó? 20, akkor teszünk 512, nem 513 megabyte logikai a hely végére naplózó rendszer, tehát cserehely. Ez a swap. A swapet mindig ide szoktam tenni a végére. Ez sok. Mindegy, így is elég lesz, oké. Okay. Szabad terület, plusz, és ugye itt megkapja a perjelet a gyökér helyet. Elsődleges, a hely kezdete és az összes hely, ami rendelkezésre, oké. Okay. Mehet a telepítés. Most látjuk az arányokat, hogy ennyi hely a gépnek, meg egy pici piros van a swaphez, úgyhogy ez most így belefér. Sajnos ez egy 20-as vinyó, erre nem fog filmeket letölteni, majd lesz egy másik vinyó, ha majd lesz pénze, mindegy. Magyar nyelv, igen, Budapesten lakik, stb. És most jön az ön neve. Az ön neve az, hogy De Venus Projekt. A számítógép neve az, hogy Venus XFCE 32. Ezeket azért szoktam beírni, mert akkor tudom, hogy az XFCE-s rendszer nem Mátés, az 32-es vagy 64-es, ez csak ezért szoktam beírni. A felhasználó név az, hogy Venus és TVP. Ja? TVP. Ugye, de Venus projektnek a kezdőbetűje. A jelszó megkövetelése a bejelentkezéshez. Ez ugyan automatikus, de hagyjuk így. Nincs ilyen, hogy automatikus bejelentkezés, mert a számítógépet védeni kell. Na. Ez a rész fog a legtovább tartani, ez maga a telepítő. A telepítő végigmegy, és majd onnan folytatjuk a videót. Mert ez a sáv ez alul kétszer megy végig, először föltelepíti a gyökérrendszert, utána a második csík végigmenés, a felhasználók, a nem kellő adatok letörlése, az alapvető beállítások, stb. Jó, úgyhogy ezt megállítom, és amikor végzett az egész rendszer, akkor jövünk vissza. Ez már a második kör. Tehát már másodjára megy végig a csík. Most csinálja a felhasználókat, törli a nem kellő dolgokat. Azért indítottam el megint a videót, mert fontos dolgot akartam mondani, hogy amit itt most változtatunk, panelmagasság, panelszélesség,
ez csak egy minta, hogy most csinálok egy ilyen nagy panelt, de csak direkt azért, mert ez nem vicces, kitörlöm azért, ezt így, sokkal jobban látszik a háttér, meg ilyenek. De ezt az egészet azért csinálom direkt, hogy bármilyen változtatást itt most csinálunk, ja, ez így átlátszó. Marha vicces. Szóval bármilyen változtatást csinálunk most a telepítés alatt, tök fölöslegesen csináljuk, mert elvész. Ez, amit most csinálunk, ez nem egy élő rendszer, hanem maga a telepítő. Tehát itt, amit változtatunk, annak semmi értelme. Azért csináltam meg a háttérváltoztatást, hogy ne legyen ilyen rohadt unalmas, nézegessek háttereket, azt ennyi. Amikor föl van telepítve az egész rendszer, ott kell a változtatásokat megcsinálni. A magyar nyelv, helyesség, meg a leterheltségmérő, stb. Minden. Jó? Tehát amíg a telepítés folyik, addig semmi értelme változtatni. Na, szóval, a telepítés befejeződött, de nem akarjuk tesztelést folytatni, újraindítjuk. Természetesen ez a magas tálca, az azért lesz érdekes, mert megszűnik az egész, ezért csináltam az egészet. Tehát, Aerofers, nem sikerült, CD-ROM, nem sikerült a CD-ROM-ot kikapcsolni. Nyomj egy Enter-t, ha kivetted az USB-t. Itt az Enter. Kész. Szépen ide gurulok. Na mi van? Oké. Okay. Kivettem a pendrive-ot. Most már az a rendszer fog betöltődni, ami a Vinyón van. Úgyhogy reméljük a legjobbakat. Ja, jobb gomb, megint. Jobb gomb. Vagy bal, mindegy. Tehát, hogy nincs különbség, valamelyik gombot nyomjuk meg. Vagy föl le, mindegy. Az a lényege, hogy a nagy Linux mintás logó, ez eltakarja a sok, hát elsőre fölöslegesnek tűnő szöveget, de ott nagyon sok mindent megtudunk, hogy éppen mi töltődik be, mi az, ami hibát okozott, mi az, ami nem okozott hibát, mégis hogy működik az egész. SSD-nél ennek nincsen jelentősége, mert olyan gyorsan betölt, hogy azt a szöveget már nem látod. Itt idénél, itt elvileg látni kéne a szöveget, amit nem látok. Na majd mindjárt. Ó, de rohadt lassú. És mindez csak azért, mert idés kábellel dolgozunk. Na mindegy, ezt most megállítom, amíg betölt, aztán majd onnan megyünk tovább. Na, oké. Okay. Közben elkaptam a pillanatot, amikor éppen betölt. Na, így néz ki, hogy The Venus Project. Ide kell írni a hárombetűs jelszót, hogy TVP. De meg kell mutatnom azt is, hogy a lefelé gombra, vagy az egérnek a kijelölésére el lehet választani ezt a másikat, a vendégmunkamenetet, ami nem igényel jelszót, de hát jogokat sem biztosít. Ugye beírom a hárombetűs jelszót, hogy TVP, és kezdődik az alapbeállítás. Az alapbeállítás az addig történik, amíg nincsen bekötve az internet. Ha az alapbeállítással megvagyunk, akkor utána kell bekötni az internetet és telepíteni azokat a frissítéseket, ami tehát mondjuk így szükséges. Ja. Persze várunk, ez a betöltési sebesség, ez idés vinyó miatt van. Ha esetleg satás vinyónk lenne, vagy satás SSD-nk lenne, akkor ez lényegesen gyorsabb lenne, tehát nem kéne ennyit várni. Ugye látjuk, hogy pici a tálca, tehát amit csináltunk a telepítőben, a tálcának a nagyítása, az már nem érvényes, mert az egy nem élő rendszer. Ja. Azonban most kell minden egyes változtatást megcsinálni, mert ez már az élő rendszer. Üdvözöljük, stb. Stb. Ezt nem vesszük ki, ezt a pipát, hogy legközelebb is ez kapcsolódjon be. Na, kezdjük az alapbeállításokkal. Tehát ez a standard, de ez nekünk rohadtul nem jó. Először is innen hiányzik egy csomó ikon, azt a beállításai. De ha már itt vagyunk, akkor háttér módosítása, induláskor, véletlen sorrend, már megyünk is tovább, mert automatikusan megcsinálja. Ikonoknál ezt picit lejjebb szoktam húzni, vagy fájrendszert, kukát, vagy ha beteszünk egy cserélhető eszközöt, az jelenjen meg eszközt. Igen. Egyéni betűméletet nem használunk, bérkép maradhat, oké. Okay. Most jön itt alul a panelnél az új elem hozzáadása. Az új elem hozzáadásánál legalul lesz
A rendszerterhelés figyelő hozzáad és bezár. Innen kivesszük azokat a dolgokat, ami nekünk nem kell. Tehát levisszük a gyakoriságot gyorsra, ez nem kell, de ha rákattintunk, induljon el a Test Manager, nem kell szöveg, nem kell szöveg, nem kell szöveg, nem kell működés, így a figyelő, kész. Így a legalsó sarokba megkapjuk a három pici jelzést, a processzort, a memóriát, meg a swap-et. Ha a swap elindul, az már elég beteg, ugye azt általában pirosra szoktam állítani, most is állítsuk inkább pirosra. Így, oké. Tehát a piros ne induljon el. Jó? Következő, nyelvek. Még mindig nincs bedugva az internet. A nyelveknél a magyart alapértelmezetre kell állítani. Területi beállítás a magyar, de nincsen terület itt. Alkalmazás rendszer szinten. TVP jelszóval fixálom, hogy magyar ez az egész. Amikor majd telepítjük újabb programokat, alapvetően keresni fogja majd a magyar nyelvet. Beviteli módra nem kattintunk. Következő. Általános beállítások. Ablakkezelő. A cím, erre ide szoktam tenni mind a hármat, hogy az ember itt lássa ezeket a gombokat. A Fregolinak a gombját, meg a többinek a gombját, mindig legyen itt. A betűméretet nem szoktuk átállítani, csak ha tudjuk, hogy valami nagyon gatya a helyzet. Következő. Ablakkezelő hangolása. Nagyon-nagyon lassú gépeknél ki is érdemes kapcsolni az egész kompozitálást, azt majd külön megmutatom mindjárt. Itt a kompozit. A kompozit az, hogy mennyire legyen átlátszó, amikor átméretezzük, például átállítom ide. Ez az árnyék az ablakok alatt. Nem rossz, ha be van kapcsolva. Most megmutatom, milyen az, amikor átlátszó átméretezés alatt. Tehát, hogy megfogom a sarkát, és átlátszóvá válik, amikor átméretezem. Van, aki szereti, van, aki nem. Ezt itt lehet megtenni. Következő. Ez nem kell, nem kell. Azt beállítottuk. Itt lehet kikapcsolni a nagyon-nagyon lassú videokártyáknál az egész effektrendszert. Tehát, ha akarunk kompozitot, akkor az ablakkezelő és a kompozit van bekapcsolva. Ha olyan lassú videokártya van, hogy csak 8 megás, meg 16 megás, tehát a nagyon gatya, akkor át kell kapcsolni erre, és megszűnik minden effekt, és csak a sima ablakot látjuk. Ezt most nem nyomom meg, mert utána újra betölt. Tehát ez az alaphelyzet, hogy ablakkezelő és kompozit, tehát árnyékok, effektek, stb. Ezt itt találod meg. Fájkezelő megjelenés. Ezt direkt nyitva hagyom, ezt a fájkezelőt itt az oldalon, hogy lásd a különbségeket. Ezek a témák. Rengetegféle van, van a téli, itt minden megváltozik tőle. A Stellar, a Smooth, a Salték, a Red Noob, az Orange, a Light, úristen, rengeteg van. Van sötét, dark, és van mint i, amikor csak ez a fekete. Csak ez az alsó rész fekete, de ami itt fönt van, az már mind fehér. Akkor van a sima dark, és van még a darker, akkor meg csak ez a fekete, ez fehér. Ez fekete, de ez fehér. De vannak mindenféle színek, tehát van a sima Mintix, ez a standard. Ez a standard. De ehhez tartoznak a kék színek, a zöld színek, a piros, rózsaszín, lila, sötét piros, stb. Ennek pont az a lényeg, ha szereted az akvaszínt, a kék színt. Ahhoz tartozó ikonszett is van, hogy akvaszín. Így ez is akva lesz, meg ez is, meg az is, amit itt húzol föl, szín. Ez ehhez tartozik. Ezt nem zárom be, mert ez mutatja, hogy fog kinézni a téma. Betűkészlet. A betűkészlet az egész rendszerre érvényes. Ha beállítom ide azt, hogy nem ez a típusú betű, hanem csak a betűméretet állítom át, 15-re, oké, minden 15-ös lesz. Természetesen most maradjunk a 10-esnél, jó, mert az valamivel egyszerűbb, jó, de mindent átállít 15-re, kivéve a fejlécet, a fejlécnek külön program van. Beállítások, képek és megjelenítés a gombokon, itt alul látjuk a különbséget. A képek megjelenítés a gombokon, az szerintem egész jó ötlet. Azt kapcsoljuk be. Következő. Munkaterület. A munkaterületeket gombokkal tudjuk váltani. Most jelenleg 4 darab munkaterület van, de ez sok. Ezeket leszoktam szűkíteni 2-re. Következő. Panelbeállításra ezt szoktam beállítani. Ja, nem látja. Bocsánat. A panel az itt alul a tálca, de szerintem ez panel, ez jobb név. Tehát a panelt, amikor megnyomom, csak ezt szoktam beállítani itt alul. Erősebb videókártyák esetén a panelt úgy is be lehet állítani, hogy eltűnjön az alfája, így, és a hátteret jobban lássuk.
De ha nincs erős videokártya, akkor ezt nem érdemes, akkor ez marad 100-on, az kész. Jó? Elemekkel nem foglalkozunk, mert külön ezt az egyet már betettük. Következő, Bluetooth nem használjuk, cseréltőt nem használunk, egért nem. Energiakezelőnél van a kérdés, hogy amikor a gombot megnyomjuk, a bekapcsoló gombot a gépen, akkor kérdezzen, hogy mi a teendő. Vissza a többi beállításra, a kijelzőt azt nem érdemes állítani, mert úgyis egy másik kijelzővel lesz használva, bejelentkezését nem bevitelít, nem frissítéskezelő. A frissítéskezelőnél a számítógép biztonságban tartása a legfontosabb, a többit nem használjuk olyan nagyon. Úgyis meg fogja kérdezni, hogy egy másik tükör szerverre akarsz-e csatlakozni, de ez most nem fontos. A fontos az, hogy kivegyük a kernelt meg a többit. A szerkesztés beállításokban van a biztonsági frissítés és kernel, ezekre nincsen szükség. A szinteknél csak 1-es, 2-es van. A 3-as, 4-es, 5-öst nem használjuk. Ezt utána mindjárt be is zárom. Be kell várni, amíg újra összeszedi magát. Oké, következő. Illesztőprogramot nem használunk, mert tönkreteszi a rendszert, mert zárt. MIMET típus nem. Munkamenet és indítás. Az indításnál mindig kiszoktam jelölni a szimplét, mert ez az a kisegér, ami indi kiírja, hogy éppen mi az, ami betöltődik, és mi az, ami nem. Ezt hagyjuk itt. Beállíthatjuk, hogy másik betűméret, meg mit tudom én itt alul, hogy nagyobb betű legyen, de szerintem butaság. Következő. Nyelvek. Hogyha még nem voltunk itt, akkor be kell állítani az alapértelmezettségét. Itt, hogy megnyomjuk, hogy mind a kettőn a hungari-magyar legyen. Következő szoftverforrások, egyelőre nem piszkáljuk. Szoftverkezelő, ez internet kell, tűzfalt nem kapcsoljuk be. Kész. Ennyi az egész. Jó? Amikor ezekkel a szettekkel megvagyunk, akkor már be lehet kötni az internetet, és ha be van kötve az internet, akkor onnantól kezdve már a frissítési skripteket kell követni, azokat a... Itt egy autó, az jó lesz. Azokat a skripteket kell lefuttatni, ami pontosan, hogy ide kell. Jó? Ennyi az egész oktatás. Amíg nincs játék telepítve, a játéknak a menüje sincs itt. Tehát ezeket nem fogod tudni használni addig. Jó? Úgyhogy ezt most leállítom. Kész van. Igen, a nagy francot van kész, mert ezt a skriptet még le kell futtatni. De működik. És már leállt. Oké. Szóval a telepítés az így működik. Jó? Ilyenkor lehúzom a vinyót, mert ugye kész van, és bejelölöm, hogy ezen most van egy XFCE32, de semmi más. Ezt a következőképpen tudom megtenni, hogy 32, így, és egy pipa. Az egy pipa azt jelenti, hogy csak a rendszer van rajta. Ha kettő pipa van rajta, akkor kész van a munka, tehát a skriptek és minden egyéb kész van. Jó? Úgyhogy remélem segítettem a videóval. A 32-esnél, a 64-esnél ugyanígy kell eljárni. Ja? Egy kicsit villog, de majd beállítjuk. Na, először is hello mindenkinek, itt vagyok. Beírjuk a három betűs, nagyon bonyolult jelszót. És folytatjuk a második résszel. Itt vagyok, elosztom. Úgyhogy igen, ez most egy idés vinyó, tehát egy idés vinyó mutatom be a második lépést, tehát a telepítésnek a második részét. Megpróbálom átállítani a kijelzőt, egy kis türelmet, jó? Ez talán nem olyan fontos. Ikonok. Ja, nem állítok át semmit. Tehát pont az a lényege, hogy mindent lépésről lépésre megmutatok, hogy mi az, amin végig kell menni. Jó? Talán a kijelzőt állítom be nagyobb hercre, de ez nem tud 75 hercnél többet. Elmegyik egy kicsit gáz. Akkor lecsökkentem a felbontást. 60 herc, az milyen? Mindjárt megpróbálkozom egy másik herccel, hát ha kevésbé villog, fú, ez nagyon villog. A 60 Hz az lassabb. Nyilván nem villog annyira. Hát, így is villog, borzasztó, mindegy. Nem tudom, hogy oldjam meg, jó? Tehát hiába ennyi Hz, annyi Hz, olyan nagy különbség ebben nincsen. Jó? Tehát én kérek elnézést. Nem tudom. Nem tudom. Így.
Fúj, nagyon gáz. Na mindegy, szóval... először is gyerünk, jó? Tehát be van kötve az internet, készen van az első lépcső, és a legelső, ami nekünk kell, az a forrás, jó? Szoftver források, ezt itt látjátok felül. A szoftver forrásoknál ismét ugye jelszót be kell írni, és van egy fő, meg egy alap. Mind a kettőnél ki kell választani azt, ami a lakóhely szerint a leggyorsabb. Ez nem mindig Magyarország. Ilyenkor várni kell, amíg ki termeli magából, hogy melyik a leggyorsabb. Itt lent vannak a lassabbak, itt fönn a gyorsabbak. Kiválasztod a gyorsat, és utána mész a másodikra. A fő megvolt, úgyhogy most jön az alap. Itt fönt van három magyar, ezek mindjárt eltűnnek lefelé. Aha, ez például egész tűrhető. De úgyis megelőzi egy másik ország. Ha sokat várunk, akkor megelőzi, de most nem akarom az időtöket húzni. Az a feladat, hogy a szoftverforrásoknál mind a két tükör a lehető leggyorsabb legyen. Ha kész vagyunk, akkor frissítsük a gyorsítótárat, és elvileg hamar megvan. Elővesszük a böngészőt, itt van lenn, ugye ezt elvileg tudjuk. Első indítás, úgyhogy egy kicsit tovább tart. Ezt be lehet zárni, mert közben kész van. De ezt is bezárjuk, mert egyszerűen nem kell. És beírjuk a következő címet, hogy... Ja, kiírja a Geol, igen. Ez az End of Life. Ez azt jelenti, hogy az a motor, amivel a mostani telepítésünk dolgozik, már nincs támogatva, de attól még ugyanúgy működik egy csomó ideig, úgyhogy annyira nem fontos. Beírjuk a következőt, hogy... www.kas.deviantart.com. Jó. Akkor átváltozik Deviant.com, hatlabufarkas, mindegy, ebben most nem menjünk bele. Az a lényeg, hogy itt van a script sor. Tehát nem rendelkezünk a script sorral, az itt van. Tehát arra ide, külön ide kell jönni. Telepítési kód a rászorulók ilyen rendszerű gépére, nem másra. X-ray Máté rendszer, X-ray nincs tesztelve, az túl nagy. Először szedjük le azt, ami nem kell, mehet a pörzsölés. Ezt kijelöljük, máshol. Alt-Ctrl-T, de hát ezt elvileg tudja mindenki. És sima Shift Insert, jelszó, kész, le van pörzsölve az, ami nem kell. A nézeten egy kicsit nagyítok, jó, hogy jobban lehessen látni. Jó, ez a átlátszó háttér egy kicsit irritáló. Így talán jobb egy kicsit, jó? Tehát ez a rész itt kész van. És a Steam gyanús, hogy nehezebben indul, ha későn van telepítve, ez az első csomagba kell, de nem indul, ezt ki kell vizsgálni. Ki van vizsgálva, és csak akkor indul a Steam, hogyha az első csomagba van, de ez pont egy 32-es rendszer, ide nem kell majd a Steam. Úgyhogy itt van a bázis csomag. Bázis csomag, mindegyikre ez az alapcsomag. Alapjátékot tartom, ezért kell belészíteni, a Steam telepítetése kell, de nem kell. Így ez az alapcsomag. Máshol... Így. Beilleszt. Ez az alapcsomag. Minusz Y van a végén, tehát egyből elindul. Kicsit kisebb is elég. Elvileg látjátok, hogy az alapcsomag elindul. Vagy ha készen van az alapcsomag, ami elvileg nem olyan nagy, itt alul látjátok már 70, 72, 75, nem olyan nagy ez, mert 31 megabájttal töltünk, hát van, ahol jobb lesz a net, valahol rosszabb. Most már megy a dolog, tovább. A következő csomag. Ezek után érdemes a rendszer frissítést, a nagy frissítést érdemes megcsinálni, amíg ez a nagy megy, addig az alapjáték kiegészítés frissítése párhuzamosan fog majd menni. Tehát minden olyan frissítést, ami a játékokhoz kell, meg a rendszerhez, egymás mellett párhuzamosan lehet csinálni. Jó? Tehát játékok alapcsomag, minden gépre ez a bázischomag, kettes része, amivel úgysem megy a script, túl nagy lenne. De amikor ez lefutott, ez az első csomag, tehát ez, utána érdemes a rendszert is frissíteni. Mert mellette van egy csomó játék is, amit be lehet állítani közben,
miközben frissül a rendszer. Tehát ez a lényeg, hogy időt spóroljunk vele. Ez itt nem magyar. Tehát selecting, unpacking, ezek itt nem magyarok. Azért nem magyar, egyetlen betű sem mondhatnám, mert ez nem tartalmaz magyar csomagot. Ezt a magyar nyelvet, ezt külön föl kell tenni, amikor éppen ráérsz, tehát valamikor, jó? Tehát bele kell illeszteni. A weblapon úgy van megírva, hogy a legalján mit érdemes megcsinálni. Játékok alapján mindenkire legszerzős gépeknél ezt a paperkült nem kötelező. Itt már lesz egy pár PPL kulcs is, azt majd elmagyarázom. Minden frissítés ellenőrzés. Aztán a frissítés ellenőrzés, és már úgyis frissítünk a magyar nyelv alapértelmezettségét is érdemes ellenőrzni, a nyelvi csomagokat telepíteni, mert az szokott kelleni. Szia! Úgyis látszol a képen, ne aggódj. Jó. Szóval. Ennek elvileg már kész kéne lennie lassan. Úgyhogy most várunk, amíg ez kész van. Na. Ez szerintem... Aha, kész is van. Na, következő. Ezt most így bezárom. Ellenőrizzük, hol tartunk. Első pörzsölés kész van. Bázis alapcsomag. És ez az, ami most kész volt. Ilyenkor a rendszer nagy frissítését érdemes megcsinálni, tehát átállítottuk a forrásokat. Jelszó, igen. Szóval át van állítva a forrás, a fő is, meg az alap is. Ezek már mind hozzánk közeli szerverek, úgyhogy lehet ide menni. Legfőső a számítógép biztonságos a kezdő felhasználók számára ajánlott. Azon frissítések kiválasztása, amik nincs hatása a rendszerre. Oké. Okay. Az alsót, meg a középsőt, hát ezt inkább kerüljük el. Szerkesztés, beállítások, és ennek az alsó kettőnek a kivétele, mert ezek nem fognak kelleni. A szintek csak az első és a második. A harmadik, ami már körültekintő a telepítés, mert számos programot én, azt már nem használjuk. Autó frissítés, fekete listát, ezt egyelőre így hagyjuk. Oké. Okay. Magát a frissítés kezelőt is frissíteni fogja. Tehát ez nem a nagy frissítés. Jó? Ja? Ez csak egy semmi. Tehát ez a két elem. Ne felejtsük el, még mindig nincs rajta a magyar nyelv. A játékmenüben itt már van egy nagy halom minden, amit föl tudunk tenni. Van egy kis hiba. Például az egyik játék nincs itt, aminek itt kéne lennie. Na, közben megjelent a nagy frissítés, hát itt aztán rengeteg van. Rengeteg. És mire ez lefut? A hajunk kinő addigra. Na jó. Van egy vacak, amit nem raktam föl azért, mert nem az alapcsomag része, de nagyon jól el lehet vele magyarázni, hogy... Hogy mi az, 16 mega. Úgyhogy ez nagyon hamar föltelepíti. Későbbiek folyamán erre meg már nem lesz szükség. Szóval, egyszerre elindítok a nagy frissítést, ezt a nagyot. Egy csomó csomag is telepítve lesz vele, amiket magával ránt maga a telepítés, mint szükséges lánc. Elindítom a nagy frissítést, de közben foglalkozom a többi vacakkal is, ami itt van. Mert ezeket is érdemes közben figyelni. Tehát egyszerre, közben beírhatnám a Steamet is, és akkor azt is nyugodtan lehetne frissíteni. Hol van? Itt van. Jól látjátok, egyébként akadozik az egér kurzor, és az azért van, itt kint nem. De visszaviszed a játékba, akkor ott még egy csomó ideig akadozik. Na, hangcsomag, grafikai csomag, zenei csomag, tehát ilyen alap dolgok. Ezeket mind be lehet jelölni, még VTS.
nem tudom, vannak olyan jobbnak nevezett dolgok, amik nem baj, ha itt vannak, például magyar csomag, 2 CC-set, set, MÁV, meg a falunevek, meg terautószet, meg mit tudom én. Közben egyfolytában fut ez is, meg ez is egyszerre. Itt lenne mondjuk egy harmadik, egy negyedik dolog, azt is lehetne frissíteni. Ami nem a rendszer, azt már most lehet. Oké. Beállítás. Összes, aktiválva, köszönjük. Innentől majd úgyis a játékos fogja beszabályozni, hogy mi hol legyen. De tényleg csak ilyen alap dolgokat bekapcsolok, hogy valami zene legyen. Magyar forinttal fizetünk. Nem fogom az egész mindent beállítgatni, azt majd megoldja, de ez már így kész van. Aztán van egy csomó minden más is, Vezlot például, azt is érdemes beállítani. Legyen teljes képernyő, és stb. Kész, ki lehet lépni, tehát ez így ennyi. És amíg a frissítés fut, ezeket végig lehet zongorázni, hogy legalább induljon el egyszer egy adott játék, mert ha nem indítjuk el sose, akkor most itt 2 is elindítottam, nem indítjuk el sose, akkor ki se csomagolja. Így. És akkor teljes képernyős, és akkor az így de jó. Jó, köszönjük. Ó, nem ezt akartam lezárni. És amíg ez fut, addig az összeset így végig lehet zongorázni, hogy melyik az, amelyik nincs még beállítva. Például, mit tudom én, megyek le. Itt a Tron, a fénymotor. Ez az a bajom, hogy ez nem tud magyarul. Az annyira nem jó. Itt a felbontás próbálom beállítani. Hát itt nem biztos, hogy ezt tudja. Nem emlékszem az irányítására. Kicsit furcsa irányítása van, de jó. És akkor most kellene még vagy 6-8-10, amit be lehet állítani, hogy itt a DOSBox, ez is. Na, és amíg ez a rendszer megy, maga a frissítés, vissza tudunk idejönni, hogy asztalbeállítása, na mindjárt, ide is vinyom, hogy közben vér kínlódik itt, mire megoldja. Fájrendszer, kuka, cserélhető eszközök, ide az ikonokat kirakni, egyéni betűméretre nincs szükségünk. Hol van a többi? Ablakkezelő, hangolás. Akkor, hogyha nagyon-nagyon lassú gépre van kapcsolva, akkor úgyis a gépen a teszt alatt kapcsoljuk ki a kompozitot, vagy nem. Azt a beállítás megjelenés, hogy milyen színű legyen, itt ki lehet találni, mit tudom én, sötétet. Akkor ikonszettet hozzá, betűkészlet legyen, érsimítás, vagy ne legyen. Képek legyenek-e a gombokon, vagy ne legyenek. Tehát ilyen tök alap dolgok. Mi van még itt? Munkaterület, abból 2 is elég, mert el fog veszni. Szerencsétlen. Panel, ide jobbra, alulra bele kell tenni a leterheltségmérőt. Hol van? Ha hozzáadtuk a leterheltségmérőt, akkor meg állítsuk be. Jó? Tehát ez nem kell, ez kell, szöveget nem kérünk, működési időt nem kérünk, és akkor már csak 3 csík marad, ami mutatja, hogy mennyire van leterhelve. Irányítószat nem kell, Bluetooth nem kell, cserélhető nem kell, kijelző, azzal most nem tudunk mit csinálni, energiakezelő. Ez a képernyővédő akar lenni, de nem nagyon megy. Nem nagyon megy. Van olyan, hogy képernyővédő tesztelés, a képernyővédőt még le kell tesztelnem, hogy működik, úgyhogy az most nem lesz benne ebbe a videóba. Majd az később, vagy a videó leírás alatt lesz, azt majd még meglátjuk. Akadálymentesítés, illesztőprogram frissítés, nyelvek. A nyelveket nem tudjuk elindítani. Szükség van rá, hogy a magyar nyelvet betegyük, de amíg a rendszer frissít, addig ez nem megy. Tőzfal. Az indítást keresem, hogy az hol van. Szerintem ez nem biztos. Nem. Itt van. Munkamenet és indítás, az indító képnek egy szimple, kicsit nagyobb betűmérettel, mondjuk ilyennel. És akkor egy ilyen kis egérke megjelenik, és itt alul meg kiírja, hogy éppen mi az, ami indul. Tűzfal, hát ez
marad a van, az nem olyan fontos szoftverforrás, az, amit az előbb beállítottunk, hogy jó helyről töltsön. Ez a frissítés kezelő, ez az, ami most éppen fut, egér érintett táblát, ez majd laptopnál lesz fontos megjelenés. Hát ez az, az a szín, hogy hogy nézzen ki. Hát nem tudom, szerintem ez jobb, mint ez. Nem tudom. Ezt úgyis átállítja majd, amire ő akarja, úgyhogy de jó. Na, és most tartunk egy negyednél, talán egy ötödnél, tehát nem haladtunk előre annyit. Úgyhogy most várnunk kell, amíg ez a dolog itt lefut. Robotok, Quadropasser, ez a Tetravex. Ez nagyon gáz ez a játék, ezek számok. És amikor leteszed, akkor pontosan ugyanazzal a hatos színnel kell passzoljon a többi. Ez most így nem olyan jó. Ez nem jó. Hát valami ilyesmi, nem? Nem. Hát akkor nem tudom. Mondjuk ez. És akkor így. De ötös meg nincs ötös. Tehát, hogy... Nehéz így. Ezt nem tudom. Valamelyik másikra kellett volna kezdeni mindig. Mennyi szemét van itt. Macska. Omnibus. Hát az vajon micsoda? Vanyám. Béz. Ja, hogy itt egyéni hátteret is lehet válaszolni. Hát ezt nem fog kellene. Játékosok, de be lehet írni, hogy hogy hívják őket, meg mit tudom. Micsoda butaság. Mindegy. Na, mindegy, várunk, amíg ez végigfut. Aztán majd utána megyünk tovább. Na, közben kész van ez is. Nézzük a következő lépést. A második részlet. Alapcsomag minden gépre, második részlet, mert egybe túl nagy lenne. Következő rész, ez kicsivel nagyobb. Mindjárt megkeresem. Nem, itt van. Itt van, külön. Jó. Alt, Ctrl, T. Ezt kicsit lecsukjuk, hogy ne legyen zavaró. És beilleszt. Alapcsomag. Jó? Ne felejtsük el, hogy még mindig nincsen benne magyar nyelv, mert azt a kicsit később kell. Jó? Nem tudom, miért ilyen kicsi, amúgy. A betű. Mindegy, talán így egy kicsit jobb lesz. Legalábbis könnyebben lehet olvasni. Remélem. Kicsit közelebb visszük a kamerát, hát ez segít valamit. Közelebb vinni a kamerát könnyebb, mint rázumolni, mert minőséget veszítek vele, hogyha nem ez történik. Most tartunk 20 percnél. Ezek a szavak, itt ezek mind, még mindig angolok, úgyhogy a vége felé igenis komolyan kell venni a magyar nyelvet, a többit. Úgy emlékszem, a Discordot nem lehet telepíteni 32-esre, meg a Steamet, az csak 64-esre lehet, de minden más lehet rá telepíteni, tehát az összes többi megy rajta. Érdekes már, hogyha a processzor, amin fut a 32-es, az maga 64-es, akkor működik, de a Discordnál nem. Tehát a Steamnél működik, a 32-esre telepített operációs rendszer működik, de a Discord nem. Én ezt vettem észre. Pingus. Érdekes, mert ez a második csomag, ez egy kicsivel nagyobb, mint ami az első volt. Mindegy, egész csomag. Addig nézzük meg, hogy hányféle játék van, amit telepítünk. Jó? Nem fogom összeszámolni, mert ez nevetséges. Van GLMark-unk. GLMark 2, és a GLMark 2-vel tudunk, itt a legalsó része van a tesztelési fázis, hogy GLMark 2, B-Duration 2, erre nyitunk egy újat természetesen, ez egy teszt. Ne felejtsük el, hogy közben fut mögött a háttérben a
a telepítés, tehát picit ez nehezít, de itt látni, hogy mi hány FPS, mi hány millisekundum, shading, shading blin, shading fog shading, van cell shading, van high poly, low poly, normals, be van kapcsolva normals, be van kapcsolva hate, magasság, van ilyen effekt, olyan effekt, ezeket mind külön listázza, és mutatja, hogy mi hány FPS, tehát egymás mögött blur van, vagy nem blur. Nem akarom, hogy végigfusson, mert közben ez leterhelő. De amikor kész van, akkor kiírja, hogy miből hány FPS volt, mi az, amin fut, hogy hívják ezt, mikori, milyen verziókkal, milyen vendorral működik. Itt van minden. Csak hát mondom, nem futtattam végig, mert hát ez most nem kell. De az a lényeg, hogy itt van tesztelés. És a kötelező értékek, amit mindenképpen el kéne érjen a gép, a GL Markban az ideálisan 400 lenne. Tehát, hogyha kicsit több az ideálisnál jobb, evidens, hogyha kevesebb, mondjuk 300, attól még nem halunk bele. Mindtest, Open Arena, mindegyik 30 kéne legyen. Mindegy, most egyelőre ezt megvárjuk, amíg ez fut, aztán megyünk tovább. Na, közben kész van ez is. Kinyitom egy kicsit az ablakot, hogy legyen itt jó idő, mert az a komputer eléggé befűtött nekem. Jó, hol tartunk most? Alapcsomag, ezzel kezdtük. Hogy van? Második részlet, nem. Ezzel kezdtük, igen, utána a második részlet. Itt a fiús csomag, lövöldözés, autók, vonatok, stratégia. Itt nem mindegyiket érdemes föltenni, de hát most kibánja, most föltesszük. Kezdjük előről, föltesszük. Azonban van benne már egy pár dolog, amit föltelepítettünk. Azokat kitörlem, mert össze fog zavarodni a csávó. Így. Boss Wars, Open Arena, Nexus, Flare, Assault Coupe, Trivert, Marshooter, Freedom, Open BVE. Az Open BVE az, ja, közben annyi játék van már itt, hogy borzasztó. Tehát itt már nagyon sok játék van. Van az autóversenyes, a Tuxcart, a Pipewalker, úgy rengeteg játék van. A Pipewalker arról szól, ezt becsukom, hogy jobban lássatok, de hogy van egy, na várjál, legyen olyan, hogy plumbing, mert ez érthető. Ja? Tehát van egy főcsap, és a főcsapnak a főirányát átállítjuk mondjuk ide, ezeket átállítjuk ide, és már is kettő csapon folyik a víz. A játéknak az a lényeg, hogy az összes csapon folyjon a víz, és arra kapsz egy nagy halompontot. Elég nehéz játék. Egyszerűnek tűnik, de marha nehéz. Aztán van ez a kis Tux Racer. Közben lehet ezeket nyugodtan beállítgatni, mert közben megy a többi játék telepítése. Név. Amit tudom én, mi legyen. Amit tudom én. Nem tudom, ezek ilyen bénák. De nem számít. Be lehet írni mást is, de tök felesleges. Config. Itt fölfelé van a csökkenő. Hogyha fölfelé nyomsz, akkor csökken. Ezt mondjuk nem igazán értettem. Mindegy. Hát így. Jó. Most újraindul, alkalmaz az új beállítás, stb. Így lehet vele keverni ezeket a hópihéket a kurzorral. Érdekes. Na, következő közben nézni érdemes ezt is, hogy ez hogy áll, hol tart. Mars, Mines, itt a Mine Test közben. Azt is majd mindjárt megmutatom. Ennek nincs ikonja azért, mert éppen most települ. Éppen most települ. Trigger, meg Wildlands, meg mit tudom én. Nem tudom már melyik csomagban melyik volt. Mars Shooter, Freedoms. Hát most a BVL lesz a legnagyobb poén, a BVL. Ez kész lesz. Elvileg ez az előző scriptben volt, úgyhogy... A zenét már most kikapcsoljuk, mert ez nevetség. Nagyon, nagyon rossz zenéje van. Teljes képernyő. Oké.
Beállítás. 800x600, igen. Ennyi. Tehát már ki lehet lépni a játékba. Az egésznek a lényege, hogy szépen be legyen állítva az összes olyan játék. Na, az a lényeg, hogy amikor feltelepítesz egy játék sort, azt a játék sort megjegyzed, elindítod a következő telepítési sort, és az előző játék sort, amit telepítettél, az összeset végig beállítgatod. Hát legalább a nagyokat, hogy tudni lehessen, hogy az Xbox megvan, a Doom megvan, mit tudom, ez mondjuk pont a fiús csomag. Mindtest az hogy van? Ez nem itt van, ugye? Fiús csomag lövöző stratégia. Érdekes, valami már nem is látom, hogy hol van. Nem tudom. 6. Beállítások. Az áttetsző víz, az nem azt jelenti, hogy áttetsző víz, hanem hogy a víz nem áttetsző. Ez pont szó szerint ezt jelenti, és akkor beállítom, hogy egyszerű levelek, és elvileg jó lesz, nyilván. Természetesen nem tudom. Mögötte itt hátul még mindig megy a telepítés, mit tudom én. Alapcsomag bázis második része, tehát akkor ez ebbe volt. Igen. Közben kicsit kinagyítom. 30 körül van az FPS, nem valami jó. Nem gáz, egyszerűen nem gáz, most megy. Tehát látjuk, hogy a víz nem áttetsző. Tehát a beállításnál, amikor kimegyünk a menübe, akkor azt látjuk, hogy beállítások és áttetsző víz van bejelölve. Az azt jelenti, hogy a víz nem áttetsző, csak itt rossz a magyarítása. A Mindtest új verziójában természetesen ilyenében nincsen. Bezár. Ezt is bezárjuk, mert a Mindtestet az be kell konfigolni. Azt elfelejtettem mondani. Van egy ilyen fájkezelőnk, csak már nem találom a szót. Egy ponttal kezdve pont Mindtest. És a Mindtestnél itt van a Mindtest.conf, mint config.cfg, mondjuk így. És ebbe állítjuk be a következő adatokat, jó? GPNM V6 true, név, mindegy. De nem írom be, mert akkor nincs balhé belőle. Tehát string V egyenlő 640, string H egyenlő 480, full string egyenlő true elmentve, a Ctrl S-sel mentettem el, és ha elindítom a játékot, ez 640x480, és ez a létező legkisebb felbontás, amit maga a játék tud. Jó? Ötön van a távolság, tehát 5 egységre látok. Itt még nincsen méter, az a játéknak a későbbi szakaszába kerül elő. Itt elvileg egy picivel jobbnak kéne lenni az FPS-nek, hát ennél a videokártyánál nem ez a fontos. Hát most itt 22, 24, itt 50, visszanézek erre, akkor 25, tehát változó, jó, változó. Az a lényeg, hogy olyan 30 körül kéne legyen, az 50 már természetesen hibátlan, jó. Valamiért nem emlékszem arra, ja igen, megvan, igen, újratöltés. Mindegy, nem ez a fontos. Elindítom újra a Mindtestet, mert van benne vicc. Ilyen poén. Ugyanis van benne olyan, hogy beállítás, és az össz... Ja. Ez így nem működik. Ez rohadtul nem működik, ugyanis ehhez meg a felbontás túl kicsi. Tehát át kell állítanom 800x600-ra. 600-ra, hogy a trükk működjön. Hogy az összes létező modot, amit mellé letöltöttünk, le tudjam nyomni, hogy oké. Okay. Tehát összes engedélyezése, mentés, ennyi. És utána a játék, értelemszerűen lesz benne ilyen mód, olyan mód, amolyan, akármi, mit tudom én. Csak most kicsivel nagyobb a felbontás, 800x600. Így a betöltésen is látszik. Tudom, hogy véget ért a frissítés, azt én tudom, de... Elfelejtettem. Hogy most így nem látszik semmi a világon.
ami meg nem jó. Mert még kilométereket kell menni, mire látok egy madarat, nem tudom, valamit. Egy vízi állatot, vagy mit tudom én, úr. Most DOSZ nem látok semmit, mindegy. Mindjárt kilépünk. Így. Mert hogy az a bajom, hogy kreatív mód. Most bekapcsoltam a kreatív módot, az azt jelenti, hogy minden egyes tárgy elérhető. Csirkék, malacok, birkák, úristen. Kisbalta, nagybalta. Fú, ilyen kerítés, olyan kerítés. Arany, érc, meg obszidián, üvegajt, üveg, akármi, 16. Izén kereszt itt egy NPC. És akkor ezt ide le lehet tenni, és akkor itt egy NPC. És akkor ez így van. Nem tudom. Teszünk még egyet. Még ez full ugyanúgy néz ki, amit mondjuk nem értek, mindegy. Akkor teszünk egy ilyet. Ez máshogy néz ki. Elő. És akkor lehet üzletelni vele. Meseblokkot, ajtót, fakerítést, mit tudom, üzletelni. A többieknek csak adni lehet dolgokat, de nem sokat állnak így, talán 5 percet, aztán elindulnak minden vacot csinálni. Na mindegy, szóval rengeteg... Itt egy slimy. A slimy az támad meg, mit tudom én, ez most mindegy. Jó, anyám, mennyi szemét van ebben. A csőhálózatot lehet építeni, pneumatikus csőhálózatot, erő dolgokat, tehát az egyik dugattyú kinyomja a másikat, üzemanyagtartály, csapot, szelepet, csavarhúzót, rengeteg minden van. Hát ugye a szokásos kedvencünk, de az persze most már erre nem találom, hogy hol van a meggyújtója, ugye ez valahol az első szedbe kéne legyen. Vaj, te! Az új verzióban már kereső is van. Itt van. Úgyhogy ezt ide lerakom, meg ide is. Közben letelt az idő, úgyhogy rövidesen elkezdenek a srácok itt mozogni. Közben meggyújtom a bombát. Jó bírod, haver. Jó bírja, mindegy. Hát ez most ilyen. Na, és akkor ezt itt tele lehet rakni modokkal, stb. Most nem akartam ennyire belemélyedni, mindegy. Ezt átváltoztatom. Hogy 640 és 480. Ez azért fontos, hogy amikor el lesz indítva a másik számítógépen, akkor neki könnyebb dolga legyen. Oké, következő volt a fiús csomag, aztán már csak az extra erős gépekre vonatkozó, de ezt nem tesszük föl egy 32-esre, ez tiszta nevetséges. A mindtestet talán föltehetnénk, hogy frissítsük a mindtestet, ez mondjuk nem volna olyan gáz. A frissítést a következőképpen kell, nem így, források, jelszó, halló. Persze be volt kapcsolva a caps lock, mindegy. És van PPA. Itt van a PPA. És ezekben a PPA tárolókban új PPA hozzáadása, és benne is van mindjárt. Paszta. Ja. Ez a fölösleges butaságot kitörlöm az elejéről. Oké. Majd mindjárt. És ide van írva, hogy a legújabb, ennek a rendszernek a legfrissebb mindtestjét lehet ezzel letölteni. Frissítem a gyorsítótárat, és egyből kiderül, hogy a mindtesthez már van frissítés. Tehát nem azt fogja kiírni a számítógép, hogy az ön rendszere napra kész, hanem azt fogja kiírni, hogy van mindtesthez frissítés. Mert a PPA csomag azt tartalmazza, hogy ott még van elérhető újabb verzió, mint ami most jelenleg a gépen van. Tehát nem csak magát a rendszert nézi meg, hanem megnézi a PPA-ban tárolt dolgokat is, ebben az esetben a mindtestet. Direkt nem frissítem le, mert az összes munkánk elvész vele. Sőt, ha lefrissítem, akkor meg tudom mutatni azt is, hogy miért vész el az összes minden. Mert még a data is el lesz távolítva. Az összes mód, ami csak benne van a mindtestben, el lesz távolítva.
minden mod, amivel eddig dolgoztunk, és beraktam, és megmutattam, és világot csináltunk volna, mondjuk, az most mind elveszne. Mert az új Mindtestben más a modrendszer, máshogy kell betenni a modokat, máshogy kell aktiválni a dolgokat, ilyesmi. Ezzel így most elérem azt, hogy akkor mind a kettőt megmutatom. Hogy a régi Mindtestet is, ami az alapcsomag része, meg az új Mindtestet is, ami az új Mindtest. Ugyanúgy 64480-ba kéne induljon, de itt már van külön beállításuk fül, és képernyő, és itt be lehet állítani azt a méretet, ami nekünk kell. Ez az, amit az előbb a Config CFG-ben csináltunk. Beállítom, hogy 800. Screen V, ugye emlékszünk a Screen V-re? És utána 600. Aztán automatikus mentés nincs, teljes képernyő van. Ez viszont elég, ha 16 lesz, és akkor könnyebb dolga van a procinak. Jó, kilépünk, újraindítjuk, és már is teljes képernyőben indul, mert úgy állítottuk be. Jó, Bitmap Effect, átlátszatlan víz. Világos, tehát itt már az van bejelölve, hogy átlátszatlan víz. Ó, bakker. Most az előző játékot be is tol... Hát erre nem emlékeztem. Szóval a régi Mindtest játék betöltése ezt eredményezi, hogy ismeretlen objektumok jönnek, mennek, és hol van? És tele van hibával a konzol. Tehát természetesen ez abszolút hiba, tehát ilyet nem kérünk, ezt töröljük, igen. És a beállításoknál van olyan, hol van? Tartalom. A tartalomnál van olyan online tartalom böngészése, és akkor be tudunk tenni ilyen tök alapvető dolgokat, more blocks, more, itt kell telepíteni. More blocks, more ores, nem tudom, more trees talán, de ahhoz kell biomelib. És először a biomelib kell hozzá. Biomelib. És utána be lehet írni azt, hogy more. Az ilyen romantes tri, more. Nem valami nagy poén, de minden egyes függőséget telepíteni kell ahhoz, hogy szépen működjön. Aztán van olyan, hogy farm, mobs animal, farming redo. Ebből érdemes egyébként egyet tenni. Kaja, éhezés, szomjúzás, mit tudom én, tehát ilyen tök alap dolgok. Aztán van a crops is, de ez a farming redo, ez jobb. Aztán van a farming állatok, mobs redo. Ezt most nem értettem. Ennyi. Tehát vissza a főmenübe, indítás, új játék, persze, de írjuk, hogy nagyon jó kis neve van, és akkor itt már a V7-re van szükség, a legfelsőre, mert az a legmodernebb, mondjuk van barlang, tömlőc, ez nem nagyon kell, dekoráció, ezek a növényeket meg a fákat jelentik, üregek, abba fogsz majd bányászni. Folyók, hegyek, delebegő földeket nem kérünk. Oké, létrehozás és modok kiválasztása, összes engedélyezése, mentés, kész. Teljesen máshogy működik, mint a régi Mindtest, mert ez már átgondoltabb. És a magyarításban sincs, mondjuk így, akkora hiba. Jó? Tehát, hogy... wow. Itt meg már méterben van a látótáv. És ugye sokkal máshogy, sokkal... jobban működik a látótáv, nagyjából kör alakú körülöttem. Jó, be lehet itt is állítani, hogy köd, meg nem köd, meg... Isten. Vannak ilyen gombok hozzá, de én már nem tudom melyik micsoda. Mindegy. I. Igen. Tehát... ezt most így hirtelen nem tudom, hogy nekem most van-e... Na, csak kicsit gyorsabban is leállíthatná. Ja igen, már volt kreatív mód. Kiveszem a kreatív módot, elindítom újra. Ugyanúgy nincs semmim. De a kreatív módban lehet látni, hogy mi mindent érsz el azonnal. Itt más. Tehát van külön olyan receptek. Itt nincs bekapcsolva semmi, csak receptek. Tehát ha akarok csinálni egy könyvest, akkor az úgy működik, hogy kell egy üres, meg három könyv, és abból lesz a könyves. Vagy így.
Vagy így. Tehát többféle recept is ugyanarra vezet. És 130 oldalon keresztül mindenféle kaják, növények, mit tudom én. Nincsen bekapcsolva az éhezés, tehát itt nincsenek húsik, meg ilyenek. Arra is van külön mód, de azt most nem fogom itt kibénázni. Érdekes módon itt sokkal több az FPS-en, mint a régi Mindtestben, valahogy össze van szedve, nem tudom. Mindegy. A fák nem mozognak, a füvek nem mozognak, ez külön a főmenübe tudod beállítani, itt a szélén, hogy hullámzó levelek meg növények, jó? De most már nagyon sokat foglalkoztunk a Mindtesttel, menjünk tovább. Van LibreOffice-ra ugyanaz a PPA, hogyha irodai programcsomagot akarunk, aztán van tesztelési csomag. Itt van a tesztelési csomag. Nem tudom. Ezt azért csak föl kéne tenni. Hardinfo, Gérke. Ezeket a tesztelési csomagokat mondjuk idáig, mert ugye a DOSBox-ot telepítettük. Gépartnet, GLMark, Hardinfo, Leafpad. Érdekes, akkor csak a Hardinfo nincs meg? Nem. Érdekes. Már minden telepítve van. Na mindegy, szóval ennyi. Jó? Ennyi a... Ja igen. Böngésző. A böngésző is le lett frissítve, ugyanúgy, mint minden más, meg a nyelv, azt is még le kell frissíteni, most jutott eszembe. Az rendszer, tehát a rendszer az külön frissül. Jó? Nyelvek... Ó, menj már innen. Tehát nyelvek, nyelvi beállítások, itt vannak a telepítés vagy eltávolítás, jelszó. Már mindjárt. Közben visszajövök ide, hogy... Fire... Így. Plugins. Mert szoktam beletenni... hirdetés blokkolót, meg ilyeneket. Na, kiválasztottam a magyart, és akkor nyelvi csomagok telepítése, tehát ez nagyjából ennyi. A Firefoxhoz nem is emlékszem, hogy az általános nyelvi csomagok tesznek-e a Firefoxhoz magyarítást, vagy nem. És valamiért úgy emlékszem, hogy nem. Itt van Firefox Local Lehu, itt van. És bezárom a Firefoxot, ezt persze elmentem ezt a címet, bezárom. Alkalmazás rendszer szinten. Tehát van magyar nyelv, és nincsen bealkalma rendszer szinten, akkor nem lesz a rendszer nyelve magyar. És így jó a területi beállítás, hogy mind a kettőnél a magyar ott van a listában. Most arra vagyok kíváncsi, hogy legalul zöld a magyar. Azért jöttem ide vissza, hogy ellenőrizzem, hogy magyar telepítve van, területi beállításhoz rendszer szinten alkalmazva. És visszaindítom a böngészőt, és kíváncsi vagyok, hogy mennyire magyar. Hát nagyon nem. Viszont van egy pár dolog, amit át kell állítanom, például a nyelv, ugye? Több nyelv kéne. Most éppen keres, igen. Hungarian, igen. És az egész egyből magyar lett. Tehát lehet látni mindenhol, már mindenhol magyar. Helyesírás ellenőrzés, azt nem kérünk. Fájlok letöltés a downloadsba, frissítések, teljesítmény, adatok küldése, automata görgetés, az már vicces tud lenni. Home. Tehát alapértelmezett kezdőlap, jó? Töredékek. Ezeket mind be lehet kapcsolni, mert amikor nyitsz egy új lapot, így, akkor ez fogad, és nem pedig az, hogy hát, már lejárt a Firefox, vagy a böngészőt, meg az operációs rendszer, minden. De illeszt, ugye már az előbb elmentettük a linket, ide beírjuk, hogy hú. Ahogy van, kiegészítő kerültése, blokker. Nem nagyon akarom túl zihálni ezt az egészet. Egy pár dolgot hozzáadok, és akkor onnantól majd legalább ezek az alap dolgok itt lesznek. Testre szabás.
Hát ezeket a dolgokat, amik itt nincsenek, azokat itt megszüntetjük, itt van olyan, hogy hol van? Addons, ezeket menet közben lehet majd beállítani, azt ne rejts el. Beállítások, az is legyen itt. Oké. És hol az oké gomb? Hello. Itt van, kész. Kicsi a felbontásom, vagy mi a franc? Mekkora felbontásom? Ja, hogy 800x600-on vagyok. Jó, oké. Azért mondom, nem fért ki az oké gomb. Na, ezt ide visszarakjuk. Ezt nem kell. Nyitunk egy új lapot. És kész. Itt látjuk az adblockert, hogyha valami reklám, YouTube-on is nagyon jól működik. Tehát, hogy leszedi a YouTube-ról is a reklámok 90%-át, úgyhogy ez nagyon jó. Themes. Jaj, van egy olyan, hogy mindig. És akkor ezt ide lehúzzuk, majd mindjárt. Így. Ezeket kitörlöm, mert ezt senki nem fogja megnézni kb. Soha. Nem szoktam ennyit elbogyarászni vele egyébként, tehát annyira nem... Itt van. Így. Ez kár volt. Jó. És akkor témák. És a témákból benyomok egy olyat, hogy egy Firefoxos témát a Firefoxra, hát ez de vicces, nem? Témák. Mondtam. Nem tudom, melyik néz ki jobban. De most szó szerint csak az időt húzom, tehát a lényegi munka már megvan. Mit tudom én. Legyen hasonló, mint a rendszer, az jó van. És akkor most itt lesz egy ilyen vacak, ilyen szín. De a szöveg könnyen olvasható, úgyhogy jó van, kész. Úgyhogy feltelepítettük a gépet, úgyhogy amilyen parancsikont még hozzá akarsz adni, amilyen beállításokat még eszközölni akarsz, az majd mind a telepítendő gépre, tehát arra a gépre, amiben be lesz téve a vinyó, arra érdemes hozzáállítani, de amúgy ennyi. Jó? Úgyhogy...